említetted, hogy nagyon odafigyelsz az egészséges táplálkozásra, egészséges életmód, ez lehet tudni, hogy mit sportolsz? Én teniszezem, nagyon-nagyon szeretek teniszezni, úgyhogy az egész testemet megmozgatja, ugyanakkor gondolkozni is kell közben, hogy hova megy a labda, merre kell szaladni, úgyhogy imádom. És hány éve tart ez a szenvedély? Talán 10 éve már, de világéletemben sportoltam, tehát kiskoromtól kezdve szertornáztam, aztán jazzbalettre jártam, klasszikus balettre jártam, korcsolyáztam, műkorcsolyáztam versenyszerűen is, és aztán jött a nagy szerelem, a tenisz. És akkor az egészséges táplálkozás, mire figyelsz, hogy minek kerüljön az asztalra, vagy mi az, ami feltétlenül az asztalra kerüljön? Elsősorban annak a híve vagyok, hogy vegyesen kell táplálkozni, mert igenis mindenre szüksége van a szervezetnek. Nagyon fontos, hogy mértékkel, és természetesen a szénhidrátot és a cukrot, azt majdnem szinte teljesen kizárom az étrendünkből, inkább egészségesen a természetben előforduló cukrokat használom, ha főzök akkor is, és a szénhidrátot azt nagyon-nagyon minimális mennyiségben.